Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják. Önkormányzati percekkel kezdünk. Dobos Ágnes, a rendészeti osztály vezetője, a tavaszi feladatról fogja tájékoztatni a kedves nézőket. Terézvárosi programajánlónk következik, László Lilla vendége, ezúttal Zsuzsgati színművésznő lesz. Az óvodák és az iskolák átmenete lesz a témája a magazinunk első részében. Farkasné Egyel Zsuzsa, a Patrona óvoda vezetője lesz a vendégem. Értásunk végén pedig Keleti Éva fotóművésszel találkozhatnak, aki az elmúlt héten vehette át a Kossuth-díjat, és itt él köztünk Terézvárosban. Műsorunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Itt a tavasz, változik a közterület felügyelet, illetve a rendészet munkája. Azért mondtam közterület felügyeletet is, mert ugyan már rendészetnek hívják, de az emberek még a rendészetet nem biztos, hogy el tudják helyezni, legalábbis adnak a tartalmát. Viszont Dobos Ágnes, az osztályvezető a vendégem, szeretettel köszöntelek. Nos, nézzük meg, mennyit változik az idő változásával, a tavasz bejöttével a munkátok. Én azt gondolom, hogy egyre több feladatunk van, hiszen az önkormányzatnak is egyre több olyan rendezvénye van, amelyen mi is részt veszünk, biztosítjuk a rendet, figyelünk arra, hogy a szórakozók megfelelően tudják a környezetet, illetve az esetleges koncerteket is élvezni. Hát azonban nem csak koncertekből és rendezvényekből áll az életünk, hanem dolgos hétköznapokból is. Nos, kezdjük el. Hogy néz ki egy hétfő reggeltek? A kollégáim három műszakban dolgoznak tulajdonképpen, van egy 7 órási kezdés, egy 9 órási kezdés, és van egy este 7 órás kezdés, 24 órában dolgozunk. Sokan ezt sem tudják, és nagyon sokan csodálkoznak, hogy adott esetben egy bírság megszületése a hajnali 1 órakor készül. Mi 24 órában próbáljuk meg a rendet és a közbiztonságot fenntartani Terézvárosban. Tehát 7 órakor van egy eligazítás, illetve a műszak kezdésekor van egy eligazítás, ezen meghallgatják a kollégák azokat a feladatokat, amit azon a napon el kell nekik végezniük, és ezek után kimennek az utcára. Mennyire standardek ezek a feladatok? Vannak standard feladataink, én azt gondolom, hogy erre fontos hangsúlyt próbálunk helyezni, hogy például az iskolák előtti posztolás ugye szeptembertől egészen májusig minden héten megtörténjen. Vagy például tudok olyan esetet mondani, hogy a Hunyadi téri piacnapokon akkor is a felügyelők ott legyenek, és biztosítsák a megfelelő közlekedést. Tulajdonképpen azt az első mondatodban volt, hogy csodálkoznak, hogy hajnali 1 órakor vagy 2-kor megbírságolják őket. Tehát a cél nem az, hogy meg legyünk bírságolva, hanem a cél az, hogy akik jog szerint szeretnének biztonságban, jó közérzetben részt venni az életünkben, vagy a saját mindennapjaikat úgy élni, hogy semmi probléma ne legyen, azok ne legyenek akadályozva ebben. Így van, nagyon sok olyan levelet kapunk, amiben ugye nehezményezik, hogy például egy zebra előtt hajnali 2-kor miért kapott bírságot. Én azt gondolom, hogy hajnali 2-kor, főleg miután éjszaka és sötét van, még fontosabb talán, hogy biztonságosan tudjon átközlekedni az, aki szeretne, és ne egy nagy teherautó mögül kelljen mondjuk kikucskálni, hogy jön-e valaki, vagy nem. Tehát én azt gondolom, hogy a KRESZ 365 napban, mind terézvárosiakra, mind pedig minden Magyarországon lakó, élő, dolgozó emberre vonatkozik. Vége van a télnek, és a télen ugye a legnagyobb problémát a hajléktalanok ellátása, biztonságba helyezése, melegen tartása jelentette. Most a szép idővel nagyon sok ember újra kikerül az utcára, és éli azt az életet, amelyben szabadon érezve magát, birtokba veszi az ő kis hajlékát. Mennyi ilyen, nagyságrendileg mennyi ilyen utcai lakás van, nem tudok jobb kifejezést rá, tehát hány kapualját, hány beúrót foglalnak el a hajléktalanok, hogyan rendezkednek be, és erre hogyan rendezkedtek be ti? Ahogy a téli időszaknak vége, kikerülnek a melegedőkből, az éjszakai melegedőkből, kijönnek az utcára, és az éjszakát is kint töltik, míg ugye téli esetben legalább éjszakára bementek, és akkor mondjuk nem kellett annyit figyelni. Téli időszakban körülbelül egy 8-10 hely volt körülbelül az, amit folyamatosan a kollégáim figyelemmel kísértek, viszont ez nyáron sajnos egy ilyen 20-30 helyre is fel tud duzzadni. Mindig felhívjuk az emberek figyelmét, bármennyire is azt gondolják, hogy ők segítő szándékkal vannak azzal, hogy élelmet, pénzt, italt,
akár alkoholos, akár nem alkoholos italt visznek, oda szoktatják őket. Uh-huh. Tehát ezt próbáljuk egyre jobban mondani, hogy, hogy ezeket a dolgokat kéne megszüntetni elsősorban ahhoz, hogy ezek az emberek valóban elmenjenek onnan, és bekerüljenek olyan megfelelő intézményekben, ahol nekik viszonylag jó dolguk van. Tehát én azt gondolom, hogy ma már a szociális háló kiépült annyira, hogy a befogadó képesség az jó. Normális körülmények között tudnak élni. Az a régi standard, hogy ott őket kirabolják, vagy, vagy őket bármilyen atrocitás éri, azt gondolom, hogy ez ma már nem jellemző. Tehát akkor gyakorlatilag arra szeretnénk fölhívni, vagy szeretnéd fölhívni hivatalból az emberek figyelmét, hogy azokban a kis kapuajokban élő, életvitelszerűen élő emberek, igen, azok ne érezzék magukat életvitelszerűen ott, hiszen vannak nappali szállások, ahova be lehet menni, és vannak éjszakai szállások, ahova be lehet menni. Így van, tehát ők, amíg ott megkapják a napi életükhöz szükséges, akár az élelmet, pénzt, nekik ez kereseti lehetőségnek minősül adott esetben, megkapja a maga kis ellátásához szükséges ruházatot, vagy bármi más, addig ő onnan nem fog elmenni, hiszen ott kapja meg. Ő azt tudja, hogy oda fog legközelebb is lejönni az a néni, bácsi, fiatalember, fiatalasszony, és neki oda fogja elhozni az adott terméket, vagy szolgáltatást, vagy bármi ilyesmit. Tehát neki azt kell tudatosítani, hogy, hogy nem. Tehát próbáljuk meg ezt, bármennyire szociálisan érzékenyek vagyunk irányukba, nem ezt kell elérni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Egyébként rengeteg a koldus is. És akkor muszáj erről is beszélni, hogy tudtok-e egyáltalán kezdeni valamit. Habár ugye én itt a Szondi utcán járok, tehát gyakorlatilag az állatkerti útról jövök végig a Szondim, és itt nem szoktak állni. De gyakorlatilag, ahogy jövök be, vagy vannak a Hungária körút, az Egressi út, stb. Standard évek óta ott álló, ott dolgozó, napi 8-12 órában ott kolduló emberek vannak. Soha nem tudom eldönteni, mert nagyon sok nem magyar ajkú is van közte, meg táblákkal vannak, hogy szervezett maffiának a részei, vagy tényleg rászorulok. Erre egyáltalán erre a kordus kérdésre. Van-e példa itt Terézvárosban? Vannak-e standard helyeitek? Mit tudtok vele kezdeni? Egyáltalán mennyire megengedett, mennyire törvényes? Nem törvényes, jogszabály tiltja a koldulást, tehát ebben az esetben a kollégáim, ha ilyet tapasztalnak, akkor természetesen eljárnak vele szembe, de ezt is el szoktuk mondani, mint ugyanúgy a kutyapiszok, és bocsánat, hogy ezt a hasonlatot hozom, abban a pillanatban, hogy egyenruhát látnak az emberek, már is sikerül felszedni azt a kutyapiszkot, vagy ha adott esetben a koldus látja, hogy mi jövünk, akkor nem fog előttünk valószínűleg ilyen cselekményt végrehajtani. Én azt gondolom, hogy azért Terézvárosra nem annyira jellemzők, ezek inkább az aluljárokban fordulnak elő, ugye az pedig már a fővárosi illetékességű területek, tehát koldulással azért mi itt nagyon nem találkozunk. De tudjuk, hogy létezik a probléma. Igen, és pontosan ez. Én azt szoktam mondani, hogy ha úgy látom, vagy úgy látnám, bár mondjuk én hivatalban már nem annyira tudok azonosulni ezzel a kéréssel, hogy, hogy ők szükségét érzik annak, hogy valamit adjak, akkor mondjuk én ételt adnék inkább neki. Uh-huh. Mert ott abban a pillanatban nem biztos, hogy elfogadja, és akkor látszik, hogy ő ezt üzletszerűen csinálja esetleg, vagy ahogy mondtad, valamiféle szervezet áll mögötte, akit őt oda kiküldi bizony dolgozni. Vannak azért szervezetek? Hivatalosan erre nem tudok választani, hiszen a bűnügyi osztálynak a munkájában nem látok bele, de emberként azt gondolom, hogy igen. Nekem egy példa jutott az eszembe, amikor mondtad, hogy ételt adjon az ember. Romániában, Bukarestben volt, egy napot repülővel ott szálltunk le, és elmentünk a Nemzeti Múzeumba az alatt az idő alatt, és ott egy nagyon rángatozott egy ilyen kisfiú, és én azt hittem, hogy a szívem megszakad, mert én akkor találkoztam először gyerekkoldussal, és hát nem nagyon volt pénzünk. És tényleg rosszul éreztem magam, hogy, hogy nem tudok adni annak a gyereknek, és amikor kijöttünk, akkor az a gyerek vidáman focizott ott. Tehát amikor látja, hogy jönnek a turisták, akkor tényleg azt hittem, hogy teljesen nyomorék. Tehát ez egy rettenetes felismerés volt. És egy másik alkalommal pedig Aradon volt szintén, hogy fagyit nyaltam, és egy kisgyerek koldult.
és úgy megsajnáltam, és odaadtam neki a fagyit, és földhöz vágta. Na nekem ez a két példa elég markáns volt ahhoz, hogy meggondoljam. Ettől függetlenül szoktam adni, mert én érzem magam pocsékul, amikor megállok a lámpánál, és jönnek. És akkor hát beosztom, hogy egyik nap ide, a másik nap oda, de közben meggondolom, nem adok, akkor a szememet lesütöm, és úgy szégyellem magam, hogy lehet, és esetleg adhatnék. Én szerintem Magyarországon kiváló a védőnői szolgálat. Fel kell keresni egy gyámügyi osztályot. Tehát egy csomó lehetőség van, én azt gondolom, hogy a megfelelő hivatalos szerveket meg lehet találni, ők pedig segítenek, én azt gondolom, hogy ebben jól működő akár Terézváros is. Hogyan dolgozik a közterület felügyelet? Most úgy tudom, hogy kaptatok kerékpárokat az önkormányzattól. Nem az önkormányzattól, a TEKÁ-tól kaptuk. TEKÁ-tól, bocsánat. Úgyhogy én azt gondolom, pontosan... Ez a közbiztonságért közalapítvány. Így van. Én azt gondolom, hogy próbálunk mi is nyitni a fele, hogy ugye autóban közlekedni Terézvárosban nem annyira könnyű és jó lehetőség. Amellett, hogy a úgynevezett mindenki nép által Pápa mobilnak hívott kis elektromos autóinkat, és most már a tavasz közelettével elővesszük, két darab kerékpárt kaptunk a TEKÁ-tól, ezzel is ellátnak kollégáim szolgálatot, illetve valószínűleg az évben még robogókra is beszerzésre kerülnek, és sokkal hatékonyabban, sokkal könnyebben tudnak intézkedni ők is, hiszen a kerékpárról könnyebb leszállni, mint egy autóból nem kell parkolni, és utána persze nem jönnek a megjegyzések, hogy mi és hol álltunk meg. Egyébként most pont ez jutott az eszem, hogy a leghatékonyabb az a kis kétkerekű, amivel időnként a nagy áruházláncakban szoktak menni, nem tudom ennek mi a neve. Segway, oké, megint tanultam egy kifejezést. Szóval ez lenne a legpraktikusabb, mert ezzel tényleg nagy területet lehet bejárni, sokkal hatékonyabban tudna működni az egész társaság. És ha már említetted, tehát jó a védőnői lány, vagy jó a szociális hálózat, észreveszitek, szóltok, nem szóltok, hol van a határ, az a mesdje, amikor intézkedik a közterületfelügyelő vagy a rendész, vagy nem? Hol van, amikor csak figyelmeztet, hol van, amikor büntet? Egyáltalán van-e mérlegelési jogkör? Van, és akkor itt egy nagyon fontos mondatot szeretnék hangsúlyozni. Te is úgy mondtad, hogy amikor nem intézkedik. Minden felügyelő köteles intézkedni minden esetben, viszont a figyelmeztetés is egy intézkedési forma. Tehát, hogy akár ez az ő egyéni mérlegelési jogköre, erre sem nekem, mint osztályvezetőmnek, sem jegyző úrnak, vagy sem polgármester asszonynak nincs ráhatása. Nagyon sok levélben ugye jön a panasz, hogy kikit ismer a hivatalban, és kiki majd megfelelően tolerálja a mi hozzáállásunkat. Nem. Tehát sajnos, vagy nem sajnos, én inkább azt mondom, ott a helyszínen a felügyelő dönt el, hogy adott esetben arra az adott szituációra ő hogy dönt. Sok panaszlevélben érkezik az is, hogy mondjuk az egyik autóval szemben így történt az intézkedés, a másik autóval szemben úgy történt. Ezt kint a felügyelő ő dönti el, hogy mit csinál. Nagyon sokan szeretnek mutogatni a másikra, hogy bezzeg, nem tudhatja, ráadásul mi nem adhatunk ki semmiféle ilyen adatot, hogy mondjuk egy másik gépjárművel szemben milyen intézkedés történt, vagy egy emberrel szemben milyen intézkedés történt. Tehát én azt gondolom, hogy ha én betartom a szabályokat, és én jogszabálynak megfelelően járok el, és akkor ezt a 365 napban alkalmazom, és nem próbálok hivatkozni arra sem, hogy én mondjuk terézvárosi vagyok, vagy nem, akkor nem érhet gond. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy... amit említettél, hogy hivatkoznak az emberek, hogy majd én elintéztetem. Tehát az a világ, azt gondolom, hogy megszűnt már, nem, hogy el lehet intézni, és azt, akitől segítséget kérnek, azt hozzák kellemetlen helyzetbe, mert ha segít, akkor hivatali hatalommal él vissza, ha nem segít, akkor pedig egy szemét ember. Tehát gyakorlatilag azt tudom tanácsolni, hogy ilyenkor próbálják meg ott tényleg lerendezni, vagy gyorsan befizetni a bírságot, mert amikor az ember nem. Amikor én úgy jártam, és akkor nem az ember, de gondolom más is jön. Tehát én már jártam úgy, hogy azt gondoltam, hogy jó, majd bemegyek, és megpróbálom elintézni, mert nem is igaz, mert hogy beütöttem a parkolást, még nem telt el 5 perc, elfelejtettem, nem volt rá idő, nem mentem be 5 napon belül intézkedni, utána már 15 ezeret kellett befizetnem. Tehát számtalanszor esünk saját magunk csapdájába azzal, hogy majd elintézem. Nálunk az is egy nagyon fontos dolog, és ezt is szeretném, ha tudnák a
az ítélők, hogy mi minden esetben minden felügyelői intézkedést végignézünk. Tehát a következő nap reggelén nekünk az előző nap egész termése ott van előttünk, és egy az egyben mindegyik fényképfelvételt, illetve mindent áttekintünk, hogy az a intézkedés jogszerű vagy szakszerű volt. Abban az esetben, ha a kollega tévedett, mondjuk nem megfelelő jogszabály alapján járt el, akkor van nekem méltányossági jogom arra, hogy azt az intézkedés szakszerűtlenség vagy jogszerűtlenség miatt megszüntessem. De csak volt ebben... már ilyen példa, persze, hogy valakit megbüntettek, és akkor utána ti írtatok egy levelet, hogy így van. Töröltétek? Én azt gondolom, hogy a hiba beismerése az nem gond. Én azt gondolom, hogy ha hibáztunk, vagy nem úgy jártunk el, ahogy az a jogszabály előírja, akkor ezt be kell tudni vallani, és elnézést kell tudni kérni az érintett ügyféltől. Én ezt bármikor megteszem, én azt gondolom, hogy senki sem hibátlan, előfordulhat az ilyen. Viszont azt a részét tudni kell, hogy sajnos miután a jogalkotó csak olyan hatáskört adott számunkra, amikor bírságot kiszabó szerv vagyunk, és akkor itt fontos ez a mondat, hogy nem hatóság vagyunk. Tehát nekem, egy személyben, sem helyettesemnek nincs jogkörünk arra, hogy mondjuk méltányosságot. Például egy mozgáskorlátozott helyen való szabálytalan parkolás, az sajnos 50 ezer forint fix összeget határoz meg erre a jogszabály. És ebben nincs méltányosság. Tehát ott nem a felügyelő gondol egyet, és hú, és mit írjak rá a papírra, hanem nem. Neki ezt taxatíve le van írva a törvényben, hogy mit kell kiszabnia. Uh-huh. És jártunk így már, hogy hiába látszott szegény bácsin, hogy valóban mozgáskorlátozott, elfelejtette kirakni azt az igazolványt, viszont nekünk a jogszabály rendelkezik valahogy. Ilyenkor átkerül 30 nap múlva a szabálysértési hatósághoz, és ők döntik el, ez a rendőrség, ők döntik el, hogy elfogadják el, hogyha a bácsi, mondjuk, vagy néni bemutatja azt a mozgáskorlát igazolványt, hogy mégis van neki. Mi sem a helyszínen nem tudunk így dönteni, sem én, mint osztályvezető. Tehát ha ilyen panasz érkezik, vagy ilyen levél érkezik, arra sajnos elutasító választ kell, hogy adjak. Tehát nem azért, mert én egy rossz szívű, meg egy nem tudom mi vagyok, hanem azért, mert ezt írja elő nekem a törvény. 22-én muskátliosztás lesz, egy teljesen más témára térünk át. Természetesen minden Terézvárosi, gondolom, ugyanúgy, mint ahogy évek óta, három tő muskátlit kap akkor, hogyha viszi magával a lakcímkártyáját. És akkor itt jön a következő kérdés, már ehhez is hozzá fűzhetsz majd még. Ki lehet tenni az ablakba, a folyosókra? Egyáltalán hol helyezzük el a muskátlikat? Egy pár évvel ezelőtt azt hiszem, hogy megkértettük jó pár évvel ezelőtt, hogy minél virágosabb legyen Terézváros, és hogy muskátlis ablakok legyenek, ami egyébként szerintem fantasztikus. Na de hát valahol baleset veszélyes is. És pont most a mai nap, amikor a felvételünk van, a délelőtt folyamán olyan szélvihar volt, hogy mondta a kollégám, hogy rá lehetett feküdni a szélre. Nos, mi a megfelelő megoldás? Én azt gondolom, hogy bármi ilyen szerkezetet, virágládát vagy cserepet úgy kell kihelyezni az ablakba, vagy a párkányra, hogy azt oda rögzítem. Tehát, hogy még egy véletlenül... De lehet kitenni. Természetesen. Tehát, hogy még véletlenül se egy szél, vagy egy ablakbecsapódás ne okozom balesetet. Tavaly év során volt erre pont a Szív utcában egy példa, hogy nagyon szép virágokat rakott ki, tehát jött egy szél, és így borultak le egyenként. Hát akkor felszóltunk mi is, hogy legyen kedves, és szedjen, mert baleset veszélyes. Tehát arra kell törekedni, hogy ez biztonságosan legyen kihelyezve az ablakra. Egyébként mi az, amiben ti bele tudtok szólni a házaknál, vagy mi az, amire figyeltek, vagy figyelmeztettek? Tehát mondjuk azon kívül, ami le van írva a rendészeknek a munkába, a munkaköri kötelességébe, mennyire tudnak nyitott szemmel járni, mi az, amikre fölhívják esetleg az osztály vagy az önkormányzat figyelmét? Én azt gondolom, hogy polgármesteri hivatal figyelmét. Én azt gondolom, hogy nyitott szemmel járnak a kollégák, hiszen bármilyen táblahiba például elfordítják, kidöntik, kidől magától, kihelyezett plusz oszlopok, amik mondjuk nem területfoglalási engedélyhez kötöttek. Ezekre mindig szólnak az önkormányzat fele is természetesen, hogy ezeket megfelelőképpen kezeljék, de bármilyen javaslattal elő szoktunk állni, ha adott esetben valamire szükség van, úgy ítéljük meg, hogy az a terület megkívánja. Egyetlen egy témát nem említettünk, illetve te érintőlegesen mondtad, de azt gondolom, hogy nagyon hangsúlyosan meg kell, hogy jelenjen. Az utcáknak a tisztasága, hiszen mindig elmondom, hogy ott vannak azok a kis táblák még mindig, hogy még egy terézvárosi kutya sem tud maga után takarítani. A gazdik mennyire fegyelmezettek, mennyire sikerül egyáltalán egy
picit is jobban fölhívni a figyelmet, hogy nem csak ők léteznek. Én azt gondolom, hogy örültek annak a tavalyi tulajdonképpen akciónknak, amikor bizony minden nap többször ellenőriztük a kutyákat. Itt a csippet is például adott esetben ellenőriztük, hogy ez a kiskutya be van-e csippelve. Ezt hogy tudjátok ellenőrizni? Van egy szerkezetünk, amely megmutatja a csipnek a számát, és tulajdonképpen ezzel ellenőrizik, ez hogy a csip megvan. Abban az esetben, ha mondjuk nem találnának a kutyába, akkor igazoltatás alá tudják, ezért is vonni a gazdát, és adott esetben ugye a hivatal megfelelő osztályhoz továbbítják a feljelentést, csak megindul az eljárás az illetővel szemben. Még mindig ugyanazt, amit előtte mondtam, abban a pillanatban, hogy meglátják az egyenruhát, hirtelen elő szoktak kerülni a zacskók, és felszedésre szokott kerülni mindenféle dolog. Hát ha nem vagyunk, és minden sarkon sajnos nem tudunk ott állni, tehát én azt gondolom, hogy Terézváros önkormányzata ezzel a 40 fős létszámmal, amit biztosít a rendészet számára, maximálisan azt a létszámot tudja adni, ami egy ekkora településnek szükséges. Mégis minden négyzetkilométeren, vagy minden sarkon sem rendőr, sem közterületfelügyelő, sem polgárőr nem tud állni. Tehát, hogy igen, kimennek, lemennek, ha nem látják, és nem olyan, vagy nem érzi szükségességét annak, hogy ő ezt felszedje, akkor megtörténik. Ilyen levelek is szoktak jönni, de én azt gondolom, hogy a tavalyi évhez képest talán egy picit visszábszorult ez a történet. Intettek, hogy vége van. Még egy kutyafuttatónk, még mindig csak az egy van. Hát sajnos. Kedves nézőink, a kutyásoknak azt üzenem, hogy ne csak zacskót vigyenek, hanem vigyenek egy liter palack vizet is, és hogyha pipilt a kutya, akkor öntsék le, mert sokszor, amikor pláne a nyáron a hőségben végig megyünk, el lehet ájulni attól a szaktól, amit a ebek hagynak maguk után, de hát ez már csak az én magánvéleményem. Nagyon szépen köszönöm.